Birtokukba vették a mai napon a paragvári iskola tanulói az intézményben létrehozott csúcslabort. A diákok a virtuális valóság eszközeinek segítségével fedezhetik fel a reál tárgyak világát. Nagyon jónak és szerencsésnek találom, hogy már az általános iskolától elindul az a fajta szemléletformálás, az a fajta képzési program, amelynek a célja nyilvánvalóan az, hogy a műszaki gondolkodás, a természettudományos érdeklődés, vagy éppen a művészetek világában ezek az új technológiák megjelenjenek. Manapság nagyon nehéz az iskolában a gyerekeknek olyat mutatni, amit a külvilágban esetleg otthon nem érhetnek el, vagy nem használhatnak. Ez most egy olyan eszköz, amivel máshol a gyerekek nem találkozhatnak. Úgy gondolom, ennek óriási motiváló ereje van. Valami olyannal találkoznak, ami egyrészt magyar találmány, másrészt nem minden nap elérhető, harmadrészt a most számukra nagyon érdekes virtuális valóságba nyernek betekintést. Az EPCOS segítségével Magyarországon elsőként Szombathely legnagyobb általános iskolájában jöhetett létre egy 3D technológiával felszerelt tanterem. Nagyon fontosnak tartottuk egy valami olyat adni, ami a tapasztalás és a játék útján hozza a gyermekekhez közel a természettudományok tantárgyait, és így jutottunk a Leonardo programhoz, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy igazából egy szombathelyi nagyhírű általános iskolát tudtunk egy magyar innovációval összehozni. A 29 éves magyar feltaláló által kifejlesztett Leonardo eszközeit a magyar oktatásban eddig csupán néhány helyen alkalmazták. Itt van egy háromdimenziós szemüvegünk, ez segít abban, hogy egy virtuális teret létre tudjuk hozni, tehát egy nem létező teret valóban láthatóvá tudjunk tenni, és a madárral pedig ezt a háromdimenziós teret ugyanúgy, mintha a kezünkkel megfognánk a létező tárgyakat, ezzel a virtuális tárgyakat tudjuk megfogni, mozgatni, hatni rájuk, alakítani őket, tehát gyakorlatilag egy korlátlan tárháza van annak, hogy mit tudunk megtenni a virtuális térben. Az új rendszernek köszönhetően az iskola tanulói és tanárai a 3D-s oktatási környezetben kapott és kiadott feladatokat otthon is elérhetik, elvégezhetik, ellenőrizhetik.